Pakson az ottani lovasport egyesület kezdi feléleszteni a régi paksi lovasport hagyományokat, ami valamikor már régebben a Dunamenti TS-ben zajlott. Az örvendetesen növekvő hobbilovasokból fogadhajtók, díjugratók is lettek. Amíg a korábbi tradicionális megyei fogadhajtó településeken eltűntek a hajtók, vagy egy maradt meg hírmondónak, addig a paksi egyesületnél legalább fél tucat aktívan versenyző hajtó várja már a versenyeket a D és a C kategóriában. Találtak egy remek helyet az Ürgemezőn, ahol egy meglehetősen barátságos, jótalajú pályát gründoltak, ahol az idei nagyszabású fogadhajtó versenyüket rendezték meg a napokban a paksi lovasnapok keretében. Nagyon sok hobbi lovas, illetve más tenyésztő van itt Pakson. Szeretjük a lovat, valamikor volt itt egy nagyon komoly kisbéri tenyészet a Dunamenti TS-ben. Már azért is külön dicséret illeti a paksiakat, hogy a kiveszőben lévő híres kisbéri magyar tájfajta is megtalálható náluk, aminek a fennmaradása erősen veszélyben van. Nem csak a holland versenylovakat preferálják. Vagyunk egy páran, akik a kisbéri tenyésztjük, de sajnos a holland ló az egyre jobban szorítja ki a fogasportot, az elegáns mozgása miatt. Az önkormányzat és a paksi atomerőmű támogatása sokat jelent nekik klubszinten a stabil anyagi háttérhez. Aki a C kategóriánál feljebb akar lépni, annak bizony saját zsebébe kell nyúlnia, vagy egyéni szponzor találnia. Mi a C kategóriát szeretnénk erősíteni, ezért látszik is, hogy egyre több minden évben több fogat jelenik meg, mint C kategóriás kettes fogat, illetve egyes fogat. A C-sek között az egyik legismertebb, legstabilabb hajtó Fritz József, aki az idén is sok versenyen szerepel, és általában a 10-es élmezőnyben végez. Aki jelenleg egy holland félvérrel és egy magyar sportlóval versenyez, de hajtott korábban kisbéri lovakat is. Kisbéri előnye, szép sárga lovak. Azon kívül mindegyiket szeretem, tehát nem vagyok elfogult egyik fajtával sem. Szerintem minden hajtónak megvan a típusa, amit könnyebben hajt. Azt mondja, ami a izgulós típus, ami gátja is lehet a még jobb eredmények elérésének. A közönség tapsa nagyon fel tudja dobni. A póniknak is rendeztek futamokat. Ebben a mezőnyben indult, bemutató jelleggel, versenyen kívül, edzésgyanánt egyes fogatával, az egyik legígéretesebb, már válogatott kerettag hölgyhajtó, az Iskaszentgyörgyről érkező Szajko Lilianna, akinek a technikás szűk pálya feladta a leckét. Szerintem nagyon szűk a pálya mérete, emiatt az akadályok is nagyon sűrűen vannak elhelyezve, és emiatt volt nekem nagyon nehéz. Vétettem elég sok hibát, de összességében jónak értékelem ezt a napot. Ő egy angol fajta, én nagyon szerettem, szerintem nagyon strapabíró fajtáról van szó. Kicsit nehéz vele együttműködni, picit makacsállat, de nagyon jó képességei vannak.